Te voltál kedves, legelső és a legutolsó szerelem. S mint koldussá lett vén kalóz, prédált kincsére visszanéz. Úgy gondol ma rád, búcsúzva a Szimbád, az öreg tengerész. Nősültem, ez még Sauseszkira alap volt, akkor hivatalosan kellett engedély kérni a román államtól, mert külföldi államban nem volt szabad nősülni, vagy férhez menni, és akkor kellett ilyen kihallgatás, és akkor jött a szekuritáta hazam, és mondta, hát egy fél év kell egy dosszé rakni, és én kell mesélni, stb. Stb. És két dolog, és az a két érdekes dolog kihagytak mindig. Az egyik volt az édesapám, nem is kérdeztek, én láttam az édesapám, nem, mindentől kérdeztek, hogy milyen ismeröskör vagyok, milyen könyvek írok, én ott már az egyetem jártam. Az édesapámon nem beszéltek. És a másik az, hogy a Huba testvéről nem kérdeztek semmit. Huba testvérem akkor tábornagy, Pentagonban dolgozott, mint katonatiszt, az neki nem volt. Vagy ők azt hittek, hogy nekem úgy sincs információ, vagy ez tabu téma volt. A háborús bűnös, az már nem is lehet hogy mondani, a legenda között tartozik, mert ez nem is legenda, hanem tényleg úgy volt, hogy amikor ő már 40-ben történt ez az események, hogy kihaltak, meghaltak az emberek a Mosztelken és Szengatádon, és akkor mond, és 46 csak, 6 év később, ott volt ez a mi most mondjuk koncepciós per, amikor a kommunisták jöttek a hatalomhoz, ahol érdekes képe nem csak az édesapám, és nem csak a nagyapám, hanem 64 ember voltak. 64 ember, és 10 nap alatt, 17-en nem kivégeztek, hanem halálra ítéltek, és az a 17 között volt a nagyapám is, és az apám is, és de akkor már nem is volt ott az édesapám, már régóta kint volt, és ő csak kint hallotta, hogy ilyesmit volt. És nem nagyon komolyan vett az az igazság. Ők egyszer írt akkor egy level, hogy ő kért kihallgatás, és ő akar védekezni, de akkor ő rájött, hogy az amerikai állam, amikor volt, amikor ő bevándorolt, akkor van ilyen kihallgatás, és akkor kell nézni. Ők is tudtak arról, és az amerikai állam az nem érdekelt. Azt mondtak, ez ilyen a kommunistaktól van, egy koncepciós persze az osztály ellenség, csináltak ilyen dolog. Szóval ez nekik nem volt fontos, és ő kapta az amerikai állampolgárság, sőt, még a Huba, a bátyám, aki katonatiszt, kellett kapni, ami angolul így van, ilyen clearance, egy ilyen titok rang, ha valaki tábornagy kell lenni, és bemegy a Pentagonnak, akkor van valami kihallgatás, és akkor néznek az egész család, ha valami probléma van, hogy neki szabad ilyen titok tudni, szóval, mint katona. És Huba átment ez az egyik, és ő is mégis kapott azok ilyen. Szóval ők is látta, hát igen. Szóval az Amerika ez nem volt fontos. Ez a 1987, ez neki egy nagyon fontos év volt, mert akkor 79 éves volt. Arra kell gondolkozni, akkor meghalt Bibi a második felesége, és Bibi volt, aki fenntartotta mindent, és aki segítette a munkába. És a Bibi halál után ő depresszív lett, az lehet mondani, nagyon szomorú volt, és akkor neki az is volt a problém, hogy az írás, ő mindig csak írógéppel írt, és nem is fogadta el ilyen elektroírógép, amik akkor már voltak, ő mindig ilyen mechanikus írógép, amik egész a végig csak azt használta, magyar betűval, ahogy szoktak mondani, az ilyen gép, és akkor az már mind nehezebb lesz az írás. Szóval voltak ilyen idő, amikor szomorú volt, és volt ilyen idő, amikor új feladat érezte maga, és a legnagyobb feladat az látta, és mindig többet arról beszélünk, a Voltam könyv, az lett volna az utolsó könyv, az ő autobiográfia, ami különben azt hiszem, az első nap, amikor megismertem az édesapám, akkor már arról kezdett beszélni, hogy ő már, amikor 30 éves volt, már neki fogta írni az ő memoája, vagy hogy mondja, ilyen autobiográfia. Önéletrajza, de az akarta írni. És mi beszéltünk a halálról is, mert sokszor, és ő ilyen fajta volt, mint a nagyapám is, és az édesapám is arról mindig beszélt. Mondta, hát, ha már én csak ilyen, ha nem tudom semmit csinálni, csak ott vagyok, én nem akarom egy örök otthonban lenni, akkor én fogom a pisztolyt hagyni, ő mint vadász, mindig csak az ő pisztolyról beszélt,
mondta, hát akkor én is leszek öngyilkos, de persze először fogom lelőni a kutyát. Volt neki ez a kutya, ez a, nagyon szerette a kutya, mindig volt a kutya, de ez az utolsó kutya, ez a Pojtás, azt hiszem volt a neve. Azt mondta, először fog lelőni a kutya, és azt mondja, és már volna egy hely, ahol a kutya kell a sírhelynek a kertben. Már kikereste a kutyának a sírhely. Na és akkor volt, szó volt ilyen idő, ahol beszélt. És akkor volt, ez de sok év, akkor már ez a 90 évek voltak, már 91, 92, és akkor volt megint jókedves, akkor szó ilyen változott, mint egy öreg ember. És amikor tényleg megtörtént, akkor 98 tényleg, amikor megtörtént az öngyilkosság, akkor ez már a harmadik házasságnál volt, akkor Méri már volt. És az volt egy nyugtatlan idő neki, mert Méri mindig nem ott akarta lakni, hanem máshova. Állandóan költözkedek. És ez egy ilyen nap is volt, hogy valami zűzova volt. Akkor ő felment, az most már Méri mesélt, és én nem voltam ott, és csak úgy hallom, hogy Méri mesélt a dolog, hogy ő Méri mondta, hogy valami vita volt, és felment nagy mérgesen az édesapám, és bezárta maga a hálószobába. És akkor Méri állítólag még utána futott, és akkor nem nyitotta az ajtót, és akkor Méri visszament tévét nézni, vagy nem tudom mit, és akkor ő hallotta hirtelen a lövés, és akkor ő felfutott, és majd látta, akkor felhívott a rendőrség, és felhívott Vít is, és Géza is, mert ők voltak a legközelebb a távolságtól is. Géza jött, az nem tudom, 400 kilométer volt, 4-5 óra később ő is ott volt. Ő még ott volt, szóval nem vitték el, még ott volt a rendőrség, a baleset kocsi, vagy ami szokott jönni ilyenkor. És akkor Géza mesélt, akkor hogy volt, és mondta, hogy milyen szomorú, hogy lelőtte maga, és az is van egy legenda, mert sokan az is mondanak, az olvastam csak egy magyar újságban, hogy nem is lehet, hogy öngyilkos lesz, mert egy puska. Hogy lehet egy puskaval öngyilkos lenni? Mert messze kell, szóval ez egy technikai problém. És nem volt ilyen puska. Szóval ilyen rövid dolog volt. Ilyen pisztolyféleség, igen. És akkor mi, mint gyerekek, ez volt az első, hogy és a kutya, mi van a kutyaval? Mert ott volt a sírhely a kutya. A kutya még ott volt, és élt. Szóval vagy elfelejtette a kutya lelőni, vagy ahogy mi gondolunk, ez nem volt tervezve. Előbb-utóbb távoznom kell. Nem tudom mikor, és nem tudom hova. Csak azt tudom, hogy időm lejárt. A rám bízott feladatot jól-rosszul elvégeztem, és több mondani valóm nem maradt. Írónak rendelt az úr, mégpedig abból a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete, hanem mindössze nemzetének szolgálata. Ezt tettem, ezt végeztem jól-rosszul, legjobb tudásom szerint.